Tomecskó úrnak halálának ma van az évfordulója, és hát a Bárka kiállításon amúgy is, vagy Bárka fesztiválon amúgy is minden évben szoktunk egy kiállítást megnyitni. Minden évben olyan kiállítást szoktunk megnyitni, ami valahogy Tolnához kapcsolódik, tolnai személyek, vagy tolnai történetekhez kapcsolódik. Úgyhogy idén Tomecskó Frigyes úrra esett a választás. Maga a múlt elevenedett meg a Tolnai Magházban Tomecskó Frigyes egykori fényképész művein keresztül. Helyi alkotó volt, aki fotókrónikásként mindent megörökített Tolnáról. Például a város első autóját, az egykori futballcsapatot, vízipólósokat, az 1956-os tolnai árvíz következményeit, vagy éppen a forradalom eseményeit. A kiállítás anyaga nagyrészt lánya, Steinbach Ferencné Tomecskó Emília gyűjteményéből került a Magház falaira. Ez több helyről jött. Egyrészt ugye a Tomecskó Frigyes lányának, Steinbach Ferencné Tomecskó Emiliának a képei, amik ő nála megmaradtak, és a művelődési központnak is voltak képei, a régi múzeumból való képek, valamint a Tolnai Városvédő Egyesületnek annak idején Emi nénék ajándékoztak több adatképet, tehát az árvízi fotók, és az 56-os képek azok a Tolnai Városvédő Egyesület tulajdonát képezik most, és természetesen odaadtuk erre a kiállításra. Van olyan kép, ami 1933-ból származik, ezen maga az alkotó is szerepel. Aznap nyílt meg a fényképészeti műterme a Deák Ferenc utcában. Büszkén áll az épület előtt. Tomecskó Budapesten tanulta ki a szakmát, az önálló műterem nyitása csak felnőttkor elérésével lehetett, ezért Árvaszéktől kapott nagykorúsítási engedélyt. Barátja segítségével indította el az üzletét, aki később kiszállt abból. Tomecskó Frigyes 68 képe nem csak korrajzot ad. Művein keresztül felsejlik az alkotó érzékenysége, társasági vagy éppen családi élete. Steinbach Ferencné körbevezetett bennünket, és szinte mindegyik képről elmondott egy történetet. Kamera elé nem kívánt állni. Annyit bizonyosan állíthatunk, hogy a fényképész Tolna minden jeles társadalmi, politikai eseményét megörökítette, a számára fontos családtagok, barátok, sporttársak, kártyapartnerek mellett. Tomecskó Frigyes 1933-ban még kiskoruként nyitotta meg a fotó üzletét Tolnán, és a 70-es évek közepéig ő aktívan fotózott. Azon kívül, ami a standard fotós munka, tehát portrék, családfotók, családi eseményeken kívül, ő többet is csinált. Ő tulajdonképpen krónikása, fotókrónikása lett ennek a városnak. Mindennapi életét, nyűgét, baját, örömét, mindent megörökített Tolnáról, úgyhogy egy teljes tolnai életciklust tudunk fotókon megvizsgálni és megnézni. Az is kiviláglik, hogy Tomecskó Frigyest érdekelték az emberek, a gyerekeket pedig egyenesen imádta. Tomecskó Frigyes 1983-ban, 70 éves korában halt meg, művei azonban az utókor számára is elérhetőek.